Egyébként tök jó, mert a questek mind mutatják, hogy ahogy merre kell menni. Kivéve amikor bugos, elég gyakran előfordul sajnos. Szóval szóljatok, hogy akad-e. I figure the Mortrum Guard muster here before rolling out in force to collect prisoners and corpses. Szia, kis Kitty. I'm with Brown. You haven't really seen this team in action yet, Tribune. Trust me and follow my lead. Trust me and follow my lead. Híres utolsó szavak. Megint itt van Kashmir, az erotikus hangú NPC. Na jó. Csak így szépen finoman bele a közepébe. Alive or dead, you will be part of the Jungle Dragon's horde. Meg itt vannak női nézőink, remélem játékos is kérdezi Csabi. Bizony. És mivel játszol, Kitty? Én most éppen a virtuális életemmel. Béla is kinyúlt sajnos. Az örök Bristleback mezőkön van. Na, meg is vagyunk. By the six, that's a lot of tendrils. Too many. Na jó, akkor nézzünk egy. We can't afford to get bogged down here. We need something to clear the path. Agreed. There's airship wreckage scattered across the plateau. Let's see if we can gather some incendiaries. Kicsit lejjebb vettem. Írjátok meg, hogy akad-e még mindig, jó? You need something? This is a dead end. I don't see anything that'll help against those tendrils. Ki látta a múltkori streamet, ugye próbálkoztunk mindenféle. I don't see anything that'll help against those tendrils. Kicsit be. Felírta a saját szavait. Közben megtaláltuk a megoldást. Szóval, aki látta a múltkori streamet, az ugye a végén látta, hogy mennyit szívtunk az achievementekkel. Pontosabban egy achievementel. Na, vegyem fel mindenki egy olyan dobozt. Aztán mehetünk is tovább. Kis Kitty azt mondja, LOL, Cségó, Sims, de régen Sims-eztem. Blade and Soul. GV nem az én világom. De milyen tök jó, hogy annak ellenére nézed a streamet. Köszönöm. El sem tudom találni. Na most. Jobb ezzel eltalált. Itt le kell bombázni ezeket a fantasztikus jungle trendileket. Milyen trendig? Ajajaj. Na, közben figyelek egy pillanatra a csetre és meghalok megint. Tipikus. Jön Antal és megment, mint mindig. Megint mondom, a Ranger nagyon imba. Mondjuk sajnos ez a skill-je nincs meg, hogyha downolva van, ugye még mielőtt meghalna. Akkor el tud menni a helyszínről. Viszont cserébe a pet adott esetben, sőt elég sokszor meg tudja menteni az életét. Nagyon-nagyon jó healernek a petek. Downolt játékosokat. A
Azt hiszem, itt egyébként van egy olyan achievement, hogy egy ilyen jungle trend, megint trendilt akartam mondani, trendilt se találjon el. Hát ez már nem lesz még most se. Trendil. Igen, itt ugye azt írjátok, hogy a free verzióban körülbelül értelmetlen belekezdeni a GV-be, ez a baj. Igazából a free verziók mindig azért vannak, hogy meg tud nézni, szerintem legalábbis, hogy egyáltalán érdekel-e az MMO, akár történet, akár tudom én, a grafikája elég-e neked, vagy a lehetőségek benne, és aztán meg tudod nézni, hogy meg akarod-e venni. Tehát végül is arra elég a free verzió, egyébként... ez az overseas. Egyébként úgy tudom, hogy a trading postbeli, meg trade-beli hiányosságok vannak elsősorban. És nyilván az ingyenesnél akkor a mikrotranszakciós részeknek is mondjuk nagyobb szerepe jut. De nem olyan drága, ugye a GV sem, az GV1 sem a GV2 sosem volt havidíjas. És egyszer kell megvásárolni. Most nem tudom mennyibe kerül, a kiegészítőt is külön meg kell ugye venni. Szerintem olyan 10 000 körül lehet, de lehet, hogy jóval kevesebben is meg lehet már venni az alapjátékot, nem tudom. És végül csak egyszer kell belefektetni. Meg hál' Isten egyébként olyan játék, hogy nem nagyon, ha csak nem külcsínre vagy valami nagyon nagy előnyre szeretnél szert tenni. Külcsínre nem szert tenni nyilván, hanem mondjuk valami nagyon-nagyon menő ruhát, ezt mint valami nekem. Akkor nem nagyon kell vásárolgatnod pénzért a játékban. És hogyha elég kitartó vagy, akkor igazából viszonylag hamar eljutsz egy olyan anyagi szintre, pláne ha van egy jó klánod, ahol még segítenek is gírrel vagy bármivel. Akkor tulajdonképpen, hogyha streamek vagy akár a free play alapján úgy érzed, hogy érdekel a játék, akkor lehet, hogy érdemes belefektetni. Ez a reklám helye. Jó, hát 10 000 nincs rá most, hát, de örülj neki, hogy nem havidíjas. Igazából ez a szépség a dolognak. Maradj a körben, megint ez a kör. Utálom ezt a bosst egyébként. Ugye mikor már teljesen lemenne az élete, akkor invulnerable lesz hirtelen, és akkor megy ugye hílelni magát a kis gonosz. De hát előbb-utóbb megadja magát. Megint a hülye trendik. Szép estét neked is! Ilyen Mordrem virágot is el kell pusztítani. Ez egy elég szívós kis dög. Egyébként milyen kreatív, hogy Mordremort szolgáit Mordremeknek hívják. Ez olyan, mint hogy az opera környékén minden bolt opera valami. Opera kávéhez, opera virágbolt, opera spár. Nem gondolkoztak sokat. Jó estét! Szorkaljátok, úgyhogy jó estét, jó szorkolást, ki sem tudom mondani. Kiengedem a vendégeket, azt mondja. 5 perc és jövök, kiengedem a vendégeket. Jó kis vendégek, közben gévézek. Meghalt. Akkor meg rádobok a vélt hullájára egy bombát. Mordremont's reacting to us.
growing stronger defenses. Látjátok? We need to hit them harder to clear a path. Elég szépen le van modellezve. És akkor se 80 éves hangja van. Tök szép hangja van. Na menjünk Indákat szabadítani. Jaha. Ez elég bedesz volt. Na? Oda kéne érni, pontosan oda. Good thinking. I'll lead the way, and the rest of you can catch up as quick as you can. Pontosan bele akarok érni. Ez az. Nice work, Kaz. Thanks, boss. Nice work, what? Though, I'm not sure everyone would agree. Canucks look greener than usual. I'm fine. You try falling from portal to portal while an elder dragon buzzes in your skull. See how green you get. This is where they keep the live prisoners. Whoever we're looking for is somewhere nearby. We'll get you out of here, Mom. I swear it. A családi dráma. There are enemies in the camp. Sound a general alert. Na most jövünk prizonereket felszabadítani. Ajajaj. Meghaltam videó közben. Igen, jól, ha jól emlékszem, akkor GV1-ben is volt ilyen elég sokszor, hogy gyorsan benyomtunk egy videót, és aztán valami lett a végére. Na? Mindjárt megvan a revivalásom, csak 60 embert kell revivalom. Meg legyen az achievement. Commander, wait. This one is Nightmare Court. Shall I kill it? I don't want trouble. I just want to get out of the mountain. Ruben, start running and don't stop until you hit dry. Move. My work is not finished. Na menjünk a kövire. Ó, Csabika már rambózik egyet. Ugye meghal. Szokás szerint. És aztán egyébként a hot story-ban ezután szabadul el a pokol, majd meglátjátok. Eddig csak ilyen kis mordremot szolgák voltak, meg minden, majd most lesz itt ármánykodás, meg árulás, meg a szilvari fák átkozva lesznek. Milyen szokás szerint halok meg, kérdezi Csabi. That was the last one, and still no sign of our people. Yep. Ritlock, are you still feeling that feeling? Are you still feeling that feeling? What are we waiting for? Tribune, put your new magic to work and clear us a path. Na, nyomjuk megint a következő Inde csoportot. Gyerünk! Aztán a hot story után egyébként PvP-t tervezek, meg majd még egy kis PvP-t, ugye abból csak egy stream volt eddig, és akkor én is nagyon PvP-kezdő voltam, de mintha azóta sokkal többet PvP-ztem volna, viszont majd fogok. Ajajaj, most lesz egy érdekes fejlemény. No food or water for days. That's because Mordremoth doesn't care if we're alive or dead when it plugs us into a blighting tree. Release us now. Fáulai, nem szeretjük. Why is Mordremoth locking up so many nightmare courtiers? You know nothing of the court. We seek freedom. Bunko. And Mordremoth's yoke is even more onerous than the pale trees. Forget her. Just get me out. The Mordremoth, Logan, and Soja enter her deeper in the jungle. I don't know why. Hang on, mother. We're about to bust you out of there. Most odaraktam egyébként a csetet. Azért nézek arra felé.
Ilyen kacéran néha. Na, dráma, dráma, dráma. Hoppá! Dráma. Egy fa és egy norn. Here, head to the overpass. We can cut it off there. Szóval egyébként, akik nem annyira ismerősek a GV-vel, most nagyjából láthatják, hogy milyen fajok vannak. Vannak a szilvarik, íme, mögött a nornok, az én karakterem human, és vannak a csárok, azaz a cicák. Az ura most talán nincs. Haha! Bitch slap! Ez a legintenzívebb cutscene a hotban szerintem egyébként. Jöjjka! Úgy maga a becsapódás sem valószínű, hogy kellemes, de hogy még így át is szúrnak. Hát. Mi lenne spoiler? Hát hot story-t nézünk. Közben jó. Közben leállok itt murnolni egyet. Egy perces néma csend. Többiek meghalnak, semmi gond. Milyen jó, hogy ilyet is lehet. Ajax. Marjorie is meghalt. Szóval most láttátok a hot legjobb cutscene-t. Jó, már tudjuk felkelt, jól van. Na most mornoljuk tényleg. Közben látjátok a menü ujjámat. Azt hiszed. Szia Zsoltics! Was with her during the crash. And her bow, if it's in that camp, I want it. My mom and I never... We didn't have... Just let me say goodbye to her. Alone. Let's go. I'll catch up. I swear to you, I'm not going to die out here. Not until I see Mordremoth fall. Take whatever time you need. Catch up as soon as you can. Na, többiek nem. Tovább mentek, hát szép. Egyébként a térképen is néha vannak ilyen random kis, nem is tudom, kis barlangok mondjuk például, ahol be lehet menni, és igazából nincs jelentősége, viszont nagyon szép, például ott van egy test. És ugyanúgy le lehet nílelni, hogyha szeretnél, nem kapsz érte semmit, csak tök szép. Pályatervezési szempontból egész izgalmas. Not a few banana. Kicsit szétszóródtunk. Szegény gyerek. Listen up. I need a volunteer to stay behind. Bram will get his time.
but he needs someone to watch his back. I was already planning to, Commander. Bram and I have been through too much for me to just leave him like this. Go on ahead. I'll make sure we find you. After Bram makes his peace with Air. Thanks, Rox. Everyone else, move out. The rest of our friends are still out there. And the egg. And Mordremoth. Na jó, akkor ez meg volt. Commander, not sure if this is important, but I just saw your comrades, the Norn and the Char, carrying a body. I'm sorry to report that was Air Stegalkin. She fell in combat with one of the new Mordrum. Oh, guys. My condolences. She was an inspiration to a lot of us. And she'll be missed. Not just missed. She'll be avenged. Mordremoth will pay for all the lives it's destroyed. I'll spread the word. Air will be remembered. I promise you. Thank you. I'm pressing on to find Treherne and the rest of Destiny's Edge before Mordremoth claims them, too. Na, ez is megvolt. Akkor most figyelve. Jó, hát akkor a hetes. És beljebb hatolunk a dzsungelben. Ó, itt az összes waypoint megvan. Várjuk a többieket. Ezek még egyébként talán a legszebb részei a kiegészítőnek így kinézetileg nyilván. Vannak ennél sokkal nem csúnyább, hanem ilyen sötétebb, sokkal lehangolóbb részei is. Viszont a zenével én nagyon meg vagyok elégedve, szerintem nagyon szép. Egyébként akik Ranger szeretnének indítani, vagy Rangerük van, ugye a hotban egészen sok új állat van. Nem annyira nagyon, viszont a nagy részét baromi nehéz is cserébe megszerezni. Ezt a Bristlebacket, ami nekem Béla néven fut, őt viszonylag könnyű, a többit nagyjából, ezeket a Weaverneket, pedig Smokeskelt, meg ilyenek, ezeket viszont nem olyan könnyű, ezeket különböző speckó eventek során lehet, vagy speckó helyeken, miután már felfejlesztetted ide-oda a karidat általában. Úgyhogy még nekem váratnak magukra az ő csármon. És gyakorlatilag az összes többi pet megvan a sima játékból is, amit meg tudtam viszonylag könnyen szerezni. Még ugye azért van, ami hiányzik, de ami később nem múlik. Még Pet Huntra is fogok majd indulni előbb-utóbb. Na, még megvárjuk Futofoodot. Boldog estét! Egy kis párizsit én is ennék. Na, jó sokáig tölt. Mondjuk ő még nem volt itt. Ezen a területen. Többiek meg szerintem igen. Milyen kis könnyednek látszik így a térkép, ha csak megnézzük. Csak hát ugye... Van itt lent, fent, minden van. Nem olyan egyszerű az. Mindig vagizik. I could outrun a centaur. Zero, with the interlude. I won't sugarcoat it. Not great. We're in no shape to join the others. Na itt egy Azura, ezt a fajt is látjátok akkor, akik még nem láttátok. I wish I could have saved them. Saved who? I hope this isn't a repeat of what happened at Salma. We all have regrets, but that's the past. That won't help us right now. Look who's talking. But... Ranger, ne akarjátok érteni, Ele a király mondja Csabika, nyilván.
ne hallgassatok rá. Mindenki azt írt, amit szeretne. Hál' Isten, hogy a GV-ben igazából nincs nagyon nagy diffi a karakterek között olyan szempontból, hogy mondjuk, tudom én, valamelyikkel sokkal könnyebb vagy nehezebb lenne játszani, vagy valamelyik sokkal erősebb a másik, nem mindegyiknek megvannak a maga szépsége, úgyhogy szerintem ilyen szempontból, amelyik játék stílus, akihez illeszkedik, nyugodtan csinálja. Én például a Warriornek nem annyira, általában a távol harcos karaktereket szeretem inkább. Az Elét is egyébként. Igen, pontosan. Visszatérnek karakterek. Lieutenant Francis, are you in charge here? No, Commander. Found these Priory folks on my way out of the wreckage. Sierra and Piera are calling the shots here. We are what's left of a Priory-led ship that crashed nearby. Most of our people have already headed east. We're helping those that couldn't get on the team. Sierra here found me half dead under a tree. Patched me up, good as new. Over my life. I'm a combat medic. It's my job to keep people alive on the battlefield. The other Priory members. You said they headed east? That's right. Spotted some ancient-looking golden structures and, well, you know us Priory folk. Let's see what we can do with these supplies. They started lighting up just now. Ott egy nagy béka. Wait. A Silvari with a backpack. Save me. What direction was she headed in? East, like the rest. You know this Silvari? It's a long story. Csak hogy teljesen át tud látni ezt a nagy békát. Még integet is, de cuki. Na jó, akkor hova megyünk? Ide. Látjátok, átszúrja. Ezt mondjuk ciki. Meg vagyunk. Szam. Itt hál' Isten egymás után egyébként egész jó sorban jönnek a küldik. Glint's egg is my responsibility, and Kate stole it. És nem mászkálós volt annyira, hanem megy sorba, tehát tudjuk sorba mutatni. I'm not leaving it in anyone else's hands. Move out. Azt mondja Zsolt, hogy nekem is megvan a kiegés, Varin van, ami level 80-as, de nem jött be, kipróbálom az Elét, hát ha jobban fekszik majd. Hát, hogyha a Varin nem jött be, akkor lehet, hát ha, az, szóval, ha arra gondolsz, hogy azért, mert esetleg közelharcos, akkor mindenképpen próbáld ki. Az Elével szerintem az a baj igazából, hogy nagyon hamar halnak, viszont elég erősek. Lehet, hogy csak Csabika hal nagyon hamar. Imádom a glide-ot. Igazából ez eleve jó, hogy tudsz glide-olni. Ugye nyilván a hot úgy van kialakítva, hogy elég sok helyen lehessen is, meg hogy indokolt legyen, vagy igazából nem is csak, hogy indokolt legyen, hanem olyan helyekre is berakják a, mint ahogy most láttátok, ilyen sima kis domboldalak, ahol le lehetne futni, igazából nem sokkal gyorsabb a glide-olás, csak sokkal nagyobb fán. Úgyhogy legalább a kedvére akarnak tenni a játékosoknak. De tök jó egyébként, hogy ugye lehet esni, és akkor bármikor ki lehet oldani kvázi a glidert. Sőt, ki is lehet bekkelgetni, hogy amikor majdnem lejár a gliding time, akkor esel egy kicsit, és akkor egy picit visszatöltődik, és éppen túl lehet így élni eseményeket.
Itt lesz egyébként majd itt az egyik ilyen mini event, ami így ennek a területnek az egyik legnagyobb részét is befolyásolja, itt ezt a középső Forgotten City részt. Ilyen mini eventeket kell a különböző pontokon megcsinálni, és aztán lehet a nagyot, nagyhez eljutni. Az Ele az egyik legtúlélőbb Kari, hát ha keltik. Be vagyok poisonelve, ha látjátok. Nagyon szép. I have no idea. It never gets too close. It looks connected to the spires, the ones that reacted to Kate. Let's find out what it's up to. Also, tell me everything about these golden structures that hey! Okay then. Kettek mondtam utkor, hogy ott egy azura. Timing. Egyébként kérdezték múltkor, hogy miért jön nekem ennyi plusz XP. Ugye a GV-ben, mint sok más hasonló játékban lehet enni, inni különböző bónuszokat adó italokat, ételeket. És ez a Celebration bónusz a legimbább, amit a szülinapra kapnak a karakterek. Azt hiszem minden évben egyet, minden karakter. És nekem egész sok van, egy egész napig tart egyébként. Egy ilyen, és egész sok van, mert minden slotom teli volt, viszont nem játszottam 2-3 évig majd, hogy nem. És ezért így szépen felgyűltek, mikor tavaly májusban újra elkezdtem GV2-zni. Úgyhogy most szépen elhasználom őket. És ez a legjobb bennük, hogy ugyan egy napig tart, viszont ha kilépek a játékból, akkor hál' Isten nem megy le folyamatosan, hanem csak amikor játszom. Akár attól függetlenül, hogy aktív vagyok, vagy nem a játékban, de hogy benn vagyok, akkor megy csak le. Úgyhogy effektíve egy nap játékidőig lehet használni, és elég. Köszönjük Csepikra! Meteor felhő. Besides, we should learn as much as we can about these magical defensive pillars. Good idea. We'll be back as soon as we can. Hát, hogyha elérünk az exaltedekhez, a többihez, akkor látunk még elég sok ilyen hasonlót, sőt, a bőrükbe is lehet lépni. Szó szerint. It's Kaith. And is that your egg she's carrying? You've done well, Oh-oh. Fowlen? Emlékeztek Fowlenre az előzőbb? Elvileg ugye meghalt. What? Vagy nem? The egg. The egg is my wild hunt. And I can only trust myself with it. We can all trust Mordremont. Oppa! Fowlen? No! I need the egg! Ha eddig nem utáltuk még eléggé Fowlent, akkor mostantól fogjuk. Az előbb is bebizonyította, hogy egy igazi kellemetlen személyiség. Na és most fogunk ám repkedni. Hoppá! És most nem ölhetjük meg sajnos Fowlent. Szóval itt ilyen powert kaptunk most. This energy, it reminds me
of the Zephyrite crystals, but it's stronger. Nem érdemes leállni, mert ugye nem is adja ki a rendeszkéleket, úgyhogy itt igazából az a dolgunk, hogy meneküljünk. Ahogy csak lehet. Ez van meg, amit az előbb mutattam. És majd még kapunk. Itt igazából egészen könnyen le lehet esni, de azon kívül nehéz meghalni. Wow. Ez a Shaolan izé egy fenékfej, hát az. Látjátok is, jó ronda is cserébe. Most legalább látszik az igazi személyisége. Na, már szellerullam meg. Úristen. Mondjátok, srácok, én meghaltam. Először én is itt úgy mentem, hogy leestem. Wow. Csak azt akarom felvenni. Hát akkor nem. Illetve leglájdoltam, csak annak semmi értelme. Úgyhogy itt így kell. Na. Jaj, ezt nem szeretem. Nem baj, is jön a kettszín. Wow! Bazd meg, már bocsánat. Do you have a glider? És így berak a mély vízbe. És ha nem lett volna? Hát, majdnem odaértem. Nem figyeltem, hogy hova kell menni. Jaj, de jó, hogy innen kell kezdeni. Nem fantasztikus? Nem pontosan így? Ezt a részt ezelőtt sem szerettem, és most sem. Na, legalább nő ez. Lehet, hogy itt fel kéne tápolni ezt. Na most, akkor innen megy. Most ki van tépve, nagyon jó. Így már is sokkal barátságosabb. Yep. Innen egy kicsit könnyebb lesz átglájdolni, azt hiszem. Nézzétek, milyen szép a glájderom, ugye meg fog halni. Aha. De jó. Ne! Ne, bázd meg. Ennyi múlt. Jaj, Istenem. Fűben a bőri, amúgy nem halok meg percenként, ez csak a látszat. De basszus, én nekem itt elsőre úgy ment, hogy nem körbe mentem. Én szerintem nem körbe, igen. Mondjuk innen biztos egyszerűbb átglájdolni. True story. Ja, valóban. Ne! Ne! Ez fantasztikusan ki van találva.
Szia, Pepe! Egyszerűen fantasztikus. Antal, milyen jó túlél itt mindent. Elektotip. Ez olyan, mint az Idétlen időkig. Újra és újra lejátszuk ugyanazt addig, amíg nem lesz jó. Na jó, Geronimo legyen így megint. Majdnem sikerült. Igen, amikor azzal vagizik az ember, hogy ki tudom kerülni őket. Aztán meg nem. Ennél már csak a jumping puzzle-k jobbak. Csak azok nem kötelezőek. Szóval megy, Csabi. Ah! Na. Fantasztikus. Beért a baba. Még mindig fantasztikusan izgalmas ez a rész. Igen, az előbb azt vártam ki, hogy a glider fullan legyen, csak úgy sem értem túl. Értem. De megpróbálom még egyszer. Valóban kettessel. Ne, menj tovább! Itt az eszméletlen béna vagyok, basszus, gyerekek. Egye... Komolyan, annak idején elsőre megvolt ez a kakiság. És nem megy. Hogy érdemes-e felszedni, tekintve, hogy közben jön Fallen. Jövünk. Jövök. Aha. The hatchling chose well. You'll be a fine champion for it. Hatalmas kaland volt. Near the camp where we met. We're not quite safe yet. We still need to reach the main pylon. Go on ahead. I'll distract the remaining Mordrum and meet you there. We need to discuss your next steps. Reméljük.
cutscene. És akkor a többiek is tudnak csatlakozni. Hornet. Lehet látni a bugyját. Főleg a vízben. Ez is ki van dolgozva. Jó. Jó, micsoda banda van itt, nézzétek majd. És jön a tojás. You could have tried to take the egg. Why didn't you? I don't want to possess the egg. I want to protect it. It chose you as its bearer. It chose me? How could it choose me? I can't answer that question. All I can do is support you. Pass the egg through this beam. It'll reactivate this outpost's defenses and safeguard the area from Mordrem. Sértelen ott termett az egg a hátamon. Amikor egyedül csinálja az ember, vagy nem, tehát vagy ő maga veszi fel az egget, akkor végig egyébként rajta van a hátán ez a táska. Akkor is, hogyha nem a sztoriban van éppen. Majd mindjárt meglátjátok. Mindenki látja magának. Szép, mi? Built to shield the egg as it hatches. The egg was stolen from me and I just got it back. Hello. I'm not taking any chances with it. You still don't trust me. I'm not sure I trust anyone anymore. Trust yourself. Én azóta nem bízom senkivel, mióta évekig Diablo 2-ztem. És megtapasztaltam, hogy milyen, amikor jönnek a fülvadászok. És csapdába csal. És azt mondják, hogy nyitnak neked egy portált, aztán megtámadnak és megölnek. Azóta nem bízom senkivel. Ilyen magyar GV2 stream. Igen, egyébként majdnem minden héten szoktam. És lesz is még. Most a Heart of Thorns kiegészítőnek a sztoriát veszük, ez a második stream ebből. Valószínűleg nem is érünk túl az egészen, úgyhogy lesz még jövő héten. Egyébként ez is egész random volt, mert szombaton van a szülőnapon is, egyébként általában szombaton streamelek, vagy vasárnap. És most sikerült végül is időt szakítani erre, hál' Isten. Na akkor most jön a 8-as, a City of Hope. Nézzük csak, hova kell menni. What? Igen. Igen. Ja, itt csak ennyi? Akkor mégse az jön. Ugye ez megvolt, és akkor magától ide rakja tovább, akkor a 10-es jön. Hát akkor elég gyorsan haladtunk. Nézzük, ide kell jönni. Kezd megtetszeni ez a játék, csak kár, hogy fizetős. Ki tudod próbálni ingyenesen, tehát van free to play. Vannak benne hátrányok, de meg tudod nézni, hogy ténylegesen nem csak stream alapján tetszik-e, és aztán egyszer kell megvenni, hál' Isten nem havidíjas, tehát olyan szempontból nem fizetős, és nem is kell használni a Gem Store-t, vagy bármilyen olyan dolgot, amiért effektíve kell fizetned
valódi pénzzel, azon kívül, hogy megveszed magát a játékot, meg esetleg a kiegészítőt, tehát ez a kettő fix összeg van. Az ilyen külcsínre, meg ilyesmi egyébként arra kell fizetni, meg ha akarsz például meg tudom mutatni neked, nem itt, meg tudom mutatni neked itt a Gem Store, és úgy van, hogy lehet venni igazi pénzért, meg be lehet váltani goldot. Itt van például, hogyha a játékban egész aktív vagy, sok pénzed van, stb., akkor be tudod váltani gemekre, és akkor még ennyit sem kell fizetned, hanem csak mondjuk farmolsz rendesen. Ó, boci-boci tarka. Szóval ki tudod farmolni effektíve a pénzt, például a PvP-ből egész jól jön meg nyilván, egyéb más, mondjuk nem a sztoriból, abból nem jön sok pénz. De hogyha kitartóan játszol, akkor utána be tudod váltani, és egyébként a kiegészítőt, illetve a Living Story-t és egyéb story részeket is meg tudod venni gemért, úgyhogy goldról váltottad át. Szóval a kitartó játékkal egy fityinget se kell kifizetned. Ez mondja, 10 perc és visszajövök, addig nem ölni senkit. Hát. Food nem tud ide jönni. Úgy van egyébként a holdban, mint ahogy láthattátok is az előbb, amikor rákattintottam a 8-asra, hogy ugye vannak ezek a mastery-k, amik újdonságok, és ahhoz, hogy a sztoriban tudjunk haladni, bizonyos esetekben, hogyha csak magadtól nem csináltad meg, mert ugye az XP tölti ezeket a csíkokat, amikkel utána tudsz nyomulni, és akkor azokat be tudod váltani mastery-kre. Szóval, hogyha azokat nem csináltad meg addig, akkor a történetet nem tudsz vele haladni, nem tudod addig folytatni, amíg az az adott meg nem lesz. Ugye az előbb például az Exalted Markings-ot kérte, ahhoz, hogy egyáltalán mondjuk belépsz egy új területre, és hogy ott az elérhető legyen. És azokon a területeken belül is például itt van ez a Nuhoh Lor, ami majd a következő rész lesz pont itt. Hol vagyunk? Igen, majd ez után jön, és... ott már például ezek a béka emberek uralkodnak, és meg a gonoszok. És itt például, amit én most trénelek, az az, hogy tudjak egyáltalán beszélni a traderekkel, akik nem emberek, vagy nem hasonlóak a kempeken kívül, mivel egyáltalán elmegyek oda, és nem tudok velük se trédelni, se beszélni, se vásárolni tőlük, nyilván a trédelés is ez. Úgyhogy ezeket érdemes trénelni folyamatosan, és minél inkább mastery a masteryn belül is, annál nehezebb állakolni, annál nehezebb. Ez ugye annál több pont kell hozzá, és több XP. Ugye ez már majdnem 2 millió XP, bár egyébként az eventökből elég szépen jönnek a cuccok. De a lényeg, hogy nem enged tovább akkor, hogyha nincs meg az éppen területhez tartozó cucc. Mindig az első. Közben Dijon Libra, aki múltkor velünk volt, ugye már nem fért be a partiba, úgyhogy kegyesen átadta a helyét. És most hívtam, hogy esetleg jönne. De szerintem akkor induljunk el. Így négyen is tökéletesen elegek vagyunk. Jaj, szegény, még mindig influenzás. Szóval neked ez a játék nagyon hasonlít az Anyonra, nem véletlenül egyébként ugye a készítők is elég nagy átfedésben vannak egymással. Most meg pláne azért is hasonlít az Anyonra, mert hogy van benne gliding. És ugye az Anyonba az volt a pláne, hogy lehetett benne repülni. Bár egy kicsit kevésbé kötött volt ott a repülés, mint itt.
fancy meeting you here. How'd it go? Took a little doing, but the egg is secure. Fallen? Still out there, unfortunately. She disappeared before we could take her down. If we could take her down, that is. I'm not sure how that fight would have ended up with you gone. What Mordremoth did to her, changing her into a vine tooth like that. Vine tooth. A hivatalos neve, ami Fowlainnel történt. Yeah, just when I thought Fowlin couldn't get any worse. Fowlin. What about Kaith? In typical Kaith fashion, she slipped away during the fight. Kaith pedig túlélt. That one never stays underground for long. Ezek a szilvari kórók. They're around. Timey's wandered off, so we're looking for her. Here? Yeah, you know Timey. She does things her own way and in her own time. And it does tend to work out somehow. Those holograms back there were ingenious. No one has searched up on the hill if you want to help. Great. If you see the others, tell them we'll meet up on the path. Nézd már a szemem, bölcsém. Nem tette meg. Kicsit úgy néz ki, mint Rose McGowan. Lehet, hogy csak azért, hogy ma olvastam egy cikket Rose McGowanról. Mióta játszom vele? Hát én GV1-jel kezdtem, amikor kijött annó 2005-ben, egy kb. Egy fél évvel után, azt hiszem 2005-ben jött ki, fél évvel utána vásároltam meg, hogy kijött a játék, és akkor elég aktívan játszottam is évekig. Aztán kijött a GV2, azzal is játszottam egy ideig, csak aztán nem volt hozzá megfelelő gépem. Azt is itt beleléptek a csapdágomba. Ezek nem jönnek elő, hogyha valaki nem lép bele a csapdába, persze, hogy Csabika belelépett, na mindegy. Szóval a GV2-vel egyébként egész keveset játszottam, amikor kijött. Én teszteltem anno, akkor nyilván annyit játszottam vele, viszont utána sajnos nem tudtam, és tavaly májusban kezdtem el újra intenzíven foglalkozni vele. Úgyhogy most itt tartok. Na, most már hiába érjük. Jézusom, ez ki. Partit akartam beírni, és meghívtam egy Arti nevű gyereket. Fél. Hát magától meghalt, tök jó. Most nagyon bennem van a Far Cry. Tegnap is elég sokat játszottam vele, és a farkasokról mindig az jut eszembe, hogy ott is ugye lehet témelni állatokat. Egyébként abból is tervezek streamet. Ugye ez már Xbox One-ra van meg, úgyhogy majd onnan nézzünk egy Twitch-es kis dolgot. Hoppá, kaptam egy achievementet anélkül, hogy megnéztem volna, hogy mik vannak. Ez így a legjobb. Igen, Csabika az első gildembe. Illetve hát igazából az ott is a gildem, ha úgy tetszik. Onnan ismerjük egymást. Szóval esetleg, ha van hely, szívesen csatlakoznék a sztorihoz, bár nem kezdtem el még a Kiek sztorit, nem tudom, hogy ez akadálya. Hát jelenleg igen, mivel most már elég előre, szóval, nem tudom, szóval eléggé előre tartunk a Kiek sztoriban. Ez jó rész, szeretem. De egyébként bármikor, hogyha stream van, akkor nagyon szívesen várok mindenkit, akinek megvan az a történet rész, főleg így most a hosszoriba ez a fontos, hogy eljuss el már odáig, különben, mint ahogy a Food of Food az előbb nem tudott jönni már nekünk, mert nem volt meg a masterie. Ezért... Ezért ugye nem tudott velünk jönni már itt később. Mert már megcsináltuk egyszer a sztorit. De egyébként, amikor PvP van, VvV vagy bármi más, ami nem, aminek nincs ilyen előfeltétele, persze, gyere. Hogyha látod, hogy mikor van stream, írj el rám, vegyél fel barátnak, írj rám, hogy én is vegyelek fel GV-ben, és akkor szólok. Hogyha épp fenn vagy, és vagy ha figyeled a Sophia Sue Facebook oldalt, vagy Twitch-et, akkor látod, hogy mikor van. Na. Itt ki kell csalogatni, de utálom a smoke scale-eket. Ki kell csalogatni, meg kell őket ölni, orvul.
és teleportálódok. És aztán ezt a csontit a megfelelő helyre kell rakni. Hú, milyen jó hangja volt. És ennyit kell csinálni itt igazából. Bármelyik barlangba be lehet, akár ugyanabba is be lehet újra dobni. És ilyen random állatok jött. Jaj, de jó, még egy smoke scale. Mit te nem mondtad, hogy mennyire szeretem. Direkt szívott a játék. Na már csak egy kell. Közben szerintem a többiek meg fogják csinálni, de én is igyekszem. Na, ez egy Rolling Devil. Az is nagyon fantasztikus. És tadá! This apparatus coming online and made my way here. It's been inactive for quite some time. I couldn't locate any Corrigan filaments. Are you two responsible for turning it on? We are responsible. What are those glowing dots? It's a major turn on, huh? Those, Eggbearer, are lay energy concentrations. Lay energy concentrations? So this is a map? Oh, I see. This one is here. Tényleg itt van, mit loktév? What's this one? Az oktávod? Nem hallom. That one is... Ah, it's the jungle dragon. It's larger than the rest. Ami mekkora a kasztok közötti különbség? Nem sok szerint. Hát azon kívül, hogy nyilván tök más kasztok. A fajoknak nincs szerepe, a kezdő területen kívül meg igazából nem... nem. Ezt tényleg bejegyzem, mert elkodtam. Szóval én arra bátorítalak, hogy azt a kasztot válasz, mivel eléggé ki van szerintem balanszolva, amelyikkel jól érzed magad. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy közelharcos, hogy akkor legyél mondjuk warrior, ha szeretnéd, hogy legyen peted, akkor ranger legyél, ha szereted a pusztítást és a könnyű halált, a te könnyű halálat, akkor legyél lele. Igen, és builden is múlik. Ja, úgy van, hogy annak függvényében, hogy milyen fegyver van a kezedben, például nekem longbow van, meg mondjuk a másodlagos fegyverem shortbow, és látod, teljesen meg is változik a skillset. Ugyanígy, amit be tudsz venni a kezedbe, kardot mondjuk, a ranger, warhorn, stb., daggert, akármit, amit enged, teljesen más skillsetet ad neked, és a víz alatt is egy teljesen más skillset van. Ezeket meg ki tudod választani, hogy mi legyen a healing, mi legyen az elite, és itt a különböző skilleket annak függvényében, hogy mit állokoltál már. Ki tudod választani, hogy melyik az, ami neked fekszik. Én nekem ilyen szignetek vannak, amik ugye passzívok, de hogyha rákattintasz, akkor egy másik dolgot ad. Ez például a sebességet nyomja. Ez meg health regeneration, ami nekem a legfontosabb. Itt kell, hogy szívós legyen a karim. És így a ruháimban is olyan rúnák vannak például. Sounds too good to be true. El van törve mindenem, nem riperreltem. Jó, hamar halok, de még jó, hogy nincsenek nehéz ellenfelek ilyen partival. Én is távolsági karaktereket szeretek, azért is van rangerem. Meg megmondom, igazából azért is nagyon jó a ranger, mert a pet az egy nagyon, szerintem egy nagyon nagy áldás ebben a játékban. Meg én nagyon szeretek így csarmolgatni, meg ilyen. Ezért tetszik most a Far Cry is, mert csarmolgathatok. Mindenfélét látod, itt van a csomó állat, tök jó, jönnek veled. Ezeknek egyébként nekik sem olyan nagyon eltérőek itt a statjaik, szóval a speckó skilljük számít, hogy neked mondjuk mi jön be, vagy ugyanúgy, hogy az állatod akkor leagrózza a szörnyeket, vagy ne. És hasonlók. Na most vissza kell mennem serelni a nyúzt. Szépen betöretted magam, ja. Have to
Igen, kihagytam azt, amikor bemegyünk a Golden City-be, mert azt, ahhoz azt írta ki, hogy mastery kell, és megvan az a masterim, de nem nyomta tovább, és ez volt a következő, amit vissza tudtam játszani. Ugye én ezt már egyszer végigvittem. De mindjárt meg fogom mutatni, hogy milyen a Golden City valójában. Bár a múltkori streamben azt hiszem benne voltam, és majdnem meg is haltam. I heard Fowlin, or whatever she's become, is still alive. I'd like to correct that. Igen, és azért nem látod, hova kell menni, mert újra egyszerűen bágosan érzékeli a Masteryt. Igen, pontosan. Back in Tarier, we got wind of a Mordrum prisoner caravan and decided to check it out, but I don't think it's theirs. It's not the same amount of prisoners. Szeretnétek, hogy bemenjünk a Golden City-be még? Okay. Questen belül? Storyn belül? Na most milyen csodálatos mesterművet hallunk fűben alvótól. Úristen, mennyire felvágós itt mindenki a partiba. Az egyik zenél egy kottából, nem is magától. Másik meg egy zén van repülőszőnyegen. Rá se tudok ugrani. Az lenne jó pedig. Ne, most itt ez a hülye tojás megint a hátamon, ezt mondom. Nem vagyok ugye közben, sztoriban, de itt van. Na jó, akkor próbáljuk meg egyébként, hogy kipróbálom azt, amit mondtál. Amúgy itt azért ez a ruhám látszik, hogy szét van törve, szerencsétlen. Ugye van egy outfitem, ez van rajtam, és ez felülírja. A statok megmaradnak, csak felülírja az akkori kinézetet. Jó, akkor ketten még bemegyünk a Golden City-be, azt megmutatom nektek. Megnézzük, hogy tényleg igaz-e, hogy be tudunk oda úgy menni. Ah, megint a Living World akarja. Szóval, melyik is volt ez a City of Hope, ugye? Az volt. Na nézzük meg. Ha csak úgy idejövök, mondjuk, ugye nem mutatta meg, mondjuk megpróbáljuk ezt a waypointet, legrosszabb esetben is csak megmutatom, hogy milyen a Forgotten City, mert egyébként elég menő. Be lehet, hogy kintről kéne akkor jönni. Ugye azt írja, hogy az Exalted Markings Masterim kell. És... dam-dam-dam... Szóval így néz ki amúgy a Forgotten City. Ez a legbelső része. Itt az egyik. The level of craftsmanship, just incredible. Na, menjek hisz a történész után. Ezt, hogy megnézem gyorsan, logout karakter selecting, majd újra töltés megoldja. Igen? Be fog glide-olni fentről. Jó, megpróbálom ezt a karakter selectet, aztán megnézzük. Hogy most mi történik, bár ugyanúgy replay chapter-ozni kell szerintem. De meglátjuk. Izgi. Köszi, hogy megnézted. Ó, tényleg beadta. Hoppácska. Akkor a Northwatch waypoint kell fent a városba. Mindjárt linkelem. Így. Megvárjuk főben volt. Mert végül is mindegy, ha már ott van úgyis a városban. Na, Northwatch Pylon has been activated. Mini eventek. Ugye itt látjátok is a térképen. Hogy néznek ki. Na nézzük csak a rukát. Thank you.
basszus, pont jöttél volna, Zsolti? Ja, de neked nincs meg, ahogy azt írtad, ugye? Na most látjátok a Forgotten City-t. Teljes valójában. Ez egy kicsit creepy azért itt. Hangjuk is. Egyébként ez egy bug volt, amit láttatok. Hogy a ruhaszínemet átrakta az outfitre egy pillanatra, ezt szokta csinálni. Na. Segítségem, tudom visszarakni az interfészt. Mi van már? Beakadt. Na. Let us help you. We are the Egg's sworn protectors, and Tahrir is where it is meant to be. I'd like to know more about the Exalted, and your city. Of course. Our patron is Glint, the Dragon Prophet. She loved sentient beings and dedicated her life to protecting them. She used her vast magic and her prophetic gifts to preserve life on Tyrion. Sia Kitty. Welcome back. As a seer, she knew what was to come. She charged her valued attendants, the Forgotten, with preparing for that future. Do you see? These ruins spell out our childhood, our purpose, our sworn duty as handed down by the Forgotten themselves. At last, our great work can truly begin. Nah. Centuries ago, the Forgotten magically erected Tahrir to hold and nurture the artifacts Glint would leave behind. They also sought out mortals to become exalted, ageless, enhanced guardians of the city and its content. We, who volunteered and passed the necessary tests, were converted into pure energy and encased in golden armor. When all the preparations were complete, we began to go dormant, waiting for our noble duty to begin. Glint died. Soon after, Tahrir began to stir, and we exalted awoke, mourned, and took up our duty once more. A new portal appeared when you arrived with the egg. Luca will lead you to it. És akkor most szépen glájdolunk. Na, elkezdtem letölteni, na, örülök, hogy tetszett. Milyen menő az ő glider is, de az enyém még menőbb. Szóval ezt szeretem, hogy így lehet glidolni. Hogy közben így esel egy kicsit, és csak minimalizálod a damage-et ezzel. És akkor most ugye lemegyünk oda. Először csak egy biztonságosan akarok landolni itt, és majd utána lemegyünk. Here we are. The new portal is below us, and this is the way to it. Kicsit beszaggatott. Ez jó, amikor éppen így esel valahol és beszaggat, aztán arra ébredsz, hogy meghaltál. Na gyere, Ruka! Glint's grand design can finally begin to unfold. I don't know what you'll find, but if I know the Forgotten, you'll be tested before you're allowed to proceed. Don't be offended, it's nothing personal. They never give anyone what they want without making them earn it. According to the runes, this is as far as I go. You have to face whatever waits on the other side. This is as far as I go. Alone. I believe this new portal will always be open to you. Take your hand to the level of your eyes. So you may return here whenever you wish. Az opera azt mondtam, jobb.
Na. Még mindig hozzuk a kis tojáskát. Eggs vanished. Something sapping my strength. Ajajka. Most olyan próbákat kell kiállni, amik gyengítenek. És nem lehet életet tölteni. Ja. Jól emlékeztem. Milyen jó a fény. Körökből kiugrálás. Csillagos ötös. Ouch. Óceánba. Erre pont bele sikerült menni. A sorbomont általában csak poisonra használom. Egyébként. Meg persze, ha indokolt. Jaj, de béna vagyok. Jaj. Szegény kis kripli. Jól van akkor. Ha meghal, akkor ugye fel tudok kelni. Most healálni se lehet szerintem. Úgyhogy csak meg kell ölni és kész. Ugye így se lehet healálni dánolva. Na jó, még egy kő is nyomjon már szét. Gyerünk, dögölj meg, mord rám! Hajj meg! Hűben, abba öld már meg. Kösz. Sok értelme volt. Jaj. Szóval Csabika, még cseten pusztítasz? Nem tölt semmit, fűben alvó. Hát ja. Meg kellett volna ölni a mordremet. Most nagyon jó kérdés. Nincs ugye waypoint. Nem arra, az visszafelé van. Semmi? Akkor legyen ez most a végszó, a hullám. Szép. Fú, még át is üti. De tök szép, olyan, mintha izé ilyen szarva lenne, nem? Igazi hannibálos halál. Szóval átszúrja a fejemet a botom. És megint látszik a bugyi minden. És mindig így hal meg, hogy társai felé tartja a kezét, akik cserben hagyták. Nem, szerintem most akkor itt hagyjuk abba, és jövő héten folytatjuk akkor a, ugye megcsináltuk a 10-est, ugye a következő, amit lehet akkor mondjuk a 11-estől, vagy amit engedi, és talán az is lehet, hogy eljutunk a legvégéig, a végjátékhoz. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek,
Most ugye ez a Twitch-en még fennmarad egy ideig, és a YouTube-ra is felkerül, úgyhogy ha nem láttátok az elejét, vagy még egyszer meg akarjátok nézni, vagy bármi hasonló, akkor a YouTube-ra táncol a hullámon, basszus. Üljön már rá. Lehet sleepelni is egyébként mellette. Szóval csatlakozzatok a YouTube csatornámhoz, followoljatok ott is, és akkor értesítést kaptok arról esetleg, hogyha felkerülnek dolgok. Ezt még majd fogom tolni, úgyhogy majd meg lehet tekinteni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és jövök.